Ah, mert bazza, nem hallgat már a Big zseném? Megjött a saládi potlék! Örülök neki! Akkor ne fel föl, bassam aztán! Máma lobbantunk, eszi! Megjött a saládi potlék fiamnak, mert végre el tudom menni paszt meg a bala habelokkal. Mert megmondtam őcsintén, fél nem becsnek engem ebben. Mert az az, hogy én minglánc vagyok, és Magyarországon nehéz keresnem. A csigány balátaimat tökéletesen megéltem. Ha csak azért nem menne dolgozni, mert büdöse, meg mindig vasszal lopna. Nem, engem meg acsi nem vetne fel, mert mindig acsicsik, hogy tele vagyok izével, robbanóanaggal, hogy a melcsoszomra van kötve. Nekem olyan, mint a csilkének a belle paszt, mert nekem nem nagy, nekem nem tudok fölkötni oda semmi. Hiába húzod meg előtt sebben, vecsek levegőt, kifújom, bazd meg, leesít lólam. Én nekem nagyon kicsi testem van, di. Kedves ulam, hölgyem, meg szeretném értesni, Ahmed vagyok, elnézést, nem. Csia, kezdjük ura. Csia, Lécsi Becs, Ahmed vagyom. Kivel beszélek? Köszönöm szépen a fölvenni, a telefonálást fölvenni nekem. Szeretném látni ezt a ballógépe. Milyen márcsájú ez? Ez meg van még nekem? Már nincs, már van adva. Au, most honnan tudjam, hogy bátyám, ez most, ulam bátyám, ez az... No. Van még esetleg önnek eladó tárgya, vagy állata, kocsia, bármi eladódol? Nincsen. Na így, a pelettsége vagy a lánai eladó? Biztos? Én arab vagyok, én szívesen, mert én arab cseh vagyok, tecspére, mulamat, bátyám, hölgyem, én mindenbe veszem, hogy csak el. Megvecsem a lobát. Én meg nincs semmi eladó, jó, köszönöm, viszont... Várjon, kedves uram, van önnek egy ajánlatom, egyem a szívé. Itt van? Kinek kell a varrógépet, bazd meg? Hát tudd már, hogy kivel, kinek, nincs állandó, hogy semmi, bazd meg. Tetszik, kapok. Köszönöm szépen, Balkin dedesz. Hátul is van nekem illász. Di. Hol? Látod? A pecsa, hogy látod? Mi van vele? Kecske nincs. Megbasztam. Halló? Csia, Léci Becs, Ahmed vagyom. Szeretném érdeklődni, hogy láttam neked lenni hirdetésodben a mindjárt lobbacsom neked. Kis... B-R... Kics ber... Igen? Köfötő... Köfötő... Tava... Lella... Lejland Csiplusz. Egy. Lejlandi, kuplec, kuplec, párus, Lejlandi. Kicsop, mi? Kicsopkod, kit? Lejlandi. Az, oké, és ez menni, nem, az állam el 5 csávpoli? Ha igen, drága tecspérem, nem gondolom? Hát, ha kell, akkor ennyiért van. De tudom mi, én muszlim vagyok, tudod, Ahmed. Szóval, és én nekem a gisztenem azt mondja, hogy a jó embereknek mindig segíteni kell, nem így van, testvérem? Így van. Na és én mivel én egy jó ember vagyok, én azt mondom, én adok neked 2000 forintot értem, mit csinálsz hozzá, és nekem csak egyetlen egy kell. Igen. Belemész, testvérem, de csak annyival kéne várnod, hogy egy pohár vizet adsz nekem. Ez benne lehetség ez? Tecsó, mikor vagy otthon, egyem, a drága kicsi szívem, mikor vagy otthon? Mikor vagyok otthon, én nagyon ritkán. Akkor ki van otthon, a család? Csel nekem, drága tecspérem, nem fogok vele szólakozni. Csel lesz. De nem tudom magyarul írni, tehát nem én, azért tudom beírni magyarul, hogy lopogász.hu. Tecsó, nem megy. Ajban már nem sokára jön. Figyelj, csinálom olyan. Már erről... Várj egy picit, bejött a kedvenc zseném most a rádióba. Kettő kérem, mutom le. Wow! Ne raktam le, nem baj. Most party van! Jó vagytó! A csigánok ezt tanították nekem. Lóba tecspélem! Jó vagy nagyon! Adjuk a csácspulintot meg! Ezt tanítod, de... Jó vagy... Adjuk a szóval. Hé! Sok a vas az útbalodba? Hívd a csigányvállalkozás ZLT-t! Majd mi eltakarítjuk! 0620 a többit megtalált ki! Te gesi!
Cses vagy esküszöm. Fotel ágy, eladom. Miért? Ki kell pakoltatni a házad? Hívd fel a cigányjrt.hu-t. Eltakarítsuk. Te rákos. Nem. Mi kell neked? Hey! Halkabb van! Ti! Most jöttetek be! Megjött a Csádi Potnék, és most jöttünk meg a Lidlibe vásárolni, csak én nem megyek segíteni. Kell segítség? Na látod, pasd meg, azt én mondom, ki a főnök a házban? Jó. Hát a Gábor. Jó, bassz. Mikor kaptuk meg a Csádi Potlé? Délbe. Délbe. És elköltöttük? Enni? Vicsa, se válaszolnak, mert már megcsüketültek, mert voltunk diszkoszni. Enni? Családi volt? Mics? Elfogyott! Hello? Mikor? Ki mondta, passz meg? Ha várja, mindjárt megkérdezem a izé, te. A... azt, oké. Okay. Ha, ki a fasznak beszél, menjél. Igen? Mi a fasznak mondtad azt, hogy én vittem el a tampont? Miért kell találnom a passz meg? Nem nekem kell le! A kecskének passzom, valamit nem tudom, jól rosszul adtam be neki. És azt el kellett neked mondanod? Oké, a kurban jár, mindjárt visszajulok. Fölkezdem most a pelletségemet, mert nagy lebukás van, gyerekek. Halló? Igen. Csia, léci becs. Nem én voltam, ma csak tesztpőlem volt, mert a kecskének rosszul adta be. Tudom, milyen ne vagyunk. Tudom, milyen ne fagyunk. Köcsönünk, mert ne hordj kecskét. Miért? Mert mi vállaljuk, csehetette. Oké, ma megmondom neki a kurbanyáról, hogy képzeljen magáról. De figyelj, léci becs, hogyha valami baj van, mondd azt, hogy akkor nem így volt, oké? Okay? Akkor fogad, akkor megmondtam neki, hogy te én voltam, nem kell neked már mondani semmit. Hogyha kérdezz róla, te ne válaszolj rá, oké? Okay? Oké, okay, biztos. Már egyre jobban bírom a dzsalkoholt, ezt elmondhatom nektek, nézd, már nem fintolgok. Akkor anyád, de mégis. Na jó, legközelebb ezt gyakorolgatjuk. A bicsandlátásra iratkozzatok fel, mit tudom én, cserelmes vagyok, bejöttek, csiasztok, paprikács, krumpli, könöklebecs, I love you, mindent is szerettek, mindenkinek ki fogom csapkodni a melkacsából, a csölt, meg a csicsiéből, a tejet, ami nincs is, meg mit csapjam ki nektek még? Mindenki csapok nektek, oké? Okay? Megbeszéltük? Szeret? Szeret? Én nagyon szerelmes vagyok. Sziasztok, viszontlátásra csehetek mindenki, én elolvasom a kommenteket. Sziasztok!